Sziasztok, Kecskés Róbert vagyok a Cignaria Kft-től, és a mai sportlövészettel kapcsolatos témánk az a P320-as Sigsauer problémája, illetve esete, amely az elmúlt egy hónapban eszkalálódott odáig, hogy különböző portálokon, akár a magyar, akár a külföldi portálokon rengeteget lehet róla olvasni, hogy mennyire megbízható vagy megbízhatatlan a fegyver. Pro és kontra, foglalkozott vele a Kaliber újság, foglalkozott vele Csomány Jani, ő elvégzett egy csomó tesztet vele. Tehát a kérdés az, hogy mi miért foglalkozunk még ezzel? Hát azért, mert több ilyen fegyvert eladtunk a sportlövőinknek, és nagyon érdekelt a téma, hogy azok a fegyverek, ezek az érintett fegyverek adott esetben veszélyesek lehetnek-e rájuk, illetve hogy milyen műszaki megoldásokat talált ki a gyártó, és azt hogyan és mikor fogja bevezetni. Kicsit összefoglalva a problémát, tulajdonképpen a műszaki probléma, hogy egy meghatározott szögben történő ütés során az elsütő billentyű és az elsütő szerkezetre ható tehetetlenségi erő vagy inercia hatására az elsütő szerkezet kioldhat. Erre a gyár kitalált egy javítókészletet, amelyben az alkatrészek, amelyek az elsütési láncban játszanak szerepet, tehát az elsütő billentyű, az elsütő emelő, az ütőszegnek tömegét közel 30%-kal csökkentették, így ezeknek a tehetetlensége is csökkent. Egyébként a történethez hozzátartozik az is, hogy korábban az összes engedélyező hatóság, illetve a nemzetközi szervezetek megvizsgálták a fegyvert, illetve a fegyvertípust, beleértve a számit, a fegyverek szabványosításáért és kereskedelméért felelős amerikai szervezetet, az amerikai hadsereget, a NATO-t, az FBI-t és egyéb más katonai szakértőket is. Főként az amerikai hadsereg vizsgálta nagyon alaposan a moduláris fegyverprogramja keretében, amivel a SIG meg is nyerte a tendert. Azonban ezek a tesztek nem terjedtek ki egy esetlegesen a fegyvert hátulról egész pontosan 30 fokos szögben érő ütésre, amelynek az ereje kb. Olyan kell, hogy legyen, mintha másfél méter magasságból ejtenénk le a fegyvert pontosan ebben a szögben, szilárd talajra. Egyébként körülbelül 46 millió ejtési variációt modelleztek a tesztek során, amelynek mind megfeleltek a tesztfegyverek. A fegyverek debütálása 2014 óta közel 500 000 darabot gyártottak le a P320-ból, és konkrétan dokumentált esetek száma körülbelül 4, amelyek mind ebben az évben jelentkeztek, és egyből itt kártérítési ügy is lett, amelynek dokumentációja ugyan megtalálható a neten, de én hozzátenném, hogy a pontos körülmények nem igazán derülnek ki, és nem világos, hogy mi történt pontosan a fegyverrel, illetve a sérülttel. A gyár dolgozik már a legyártott fegyverek kijavításának logisztikáján, és erre egy ingyenes, nem kötelező önkéntes programot hoztak létre, amelyből azt tűnik ki számomra, hogy egyrészt vagy bagatellizálják a hibát, vagy a hiba ténylegesen nem olyan mértékű, és az előfordulására nem számítanak olyan mértékben, hogy ezt egy kötelező programmá tegyék. Hangsúlyozzák, hogy a fegyverek továbbra is kielégítik az előírásokat, aminek megfeleltek egyébként a katonai teszteken is, és a vevő dönti el, hogy kívánja beépíteni a módosított alkatrészeket. Hogy ez itt nálunk Magyarországon hogyan fog megvalósulni, eddig semmiféle információnk nincs róla. És akkor nézzük meg konkrétan, hogy mivel is állunk szemben valójában. Itt van nálam egy P320-as fegyver, amely tőlünk került értékesítésre. Ebben a fegyverben már jó néhány száz lövés van, semmiféle problémát, akadályt vagy vétlen tüzet nem sikerült vele produkálni, de most megnézzük azt, hogyha megpróbáljuk reprodukálni ezt a 30 fokos hátulról érkező ütést, akkor elsül-e a fegyver. És eljött a teszt ideje, benne van a lőporttól, lövedéktől mentes felcsappantyúzott hüvely a fegyverben.
megütni ezzel az RCBS kalapáccsal fogom, amivel vélhetőleg el tudom érni azt a megfelelő tehetetlenséget az elsütőszerkezetben, hogy elsüljön, illetve nem teszem tönkre a fegyvert véglegesen. Lássuk. Hát ezzel nem sikerült elérnem ezt. Ez itt a kemény gumikalapács, ezzel fogom most megpróbálni elsütni a fegyvert. Fegyvert nem sikerült elsütni, most nézzük, hogy így szárazon egyébként elsül a fegyver. Azt gondolom, hogy elég nagy erővel ütöttem a fegyver szárnyára. Tehát kisebb, akár a tokban, ami a fegyvert érheti erőhatást a tokban, nem tud elsülni magától a fegyver. Számomra ez elegendő ahhoz, hogy megbizonyosodtam, hogy ügyfeleim biztonságban vannak. Köszönöm!